Köszöntök mindenkit! A mai napon rácpontyot fogok készíteni, melynek hozzávalói a következők. Kell hozzá krumpli, vöröshagyma, fokhagyma, paradicsom, paprika, lehetőleg több színbe, tejföl, só, és természetesen kell hozzá hal. Nálunk minden halétel elkészítése úgy kezdődik, hogy kénytelen vagyok elmenni horgászni, és meg kell fognom a megfelelő méretű halat. Ez a két pontyszelet a hal középső része. Két oldalszelet, két szemére ez bőven elég lesz. Lesóztam és fél órát pihentettem. Ez alatt az idő alatt fél puhára főztem a krumplit sós vízben, enyhén sós vízben. Most pedig összevágom a hozzávalókat. Ráhelyezem a két pontyszeletet a krumplira, mégpedig a bőrös felükkel lefelé. Elsőként a fokhagymát szórom a halra. Ezután jön a vörös hagyma. Mivel maradt még vörös hagyma, ezért a krumplira is rakok. Következik a paprika. Ez csípős, és ennek az erét ki fogom vágni. És nem is fogom. Így is lesz egy kis csípőssége. De csak kevés. Ezt a háromféle paprikát fogom tehát a halra helyezni. Így, és most következik a paradicsom. Ez így rendben is van, most pedig
behelyezem a sütőbe, amit már előmelegítettem. Körülbelül 200 fokos sütőben jó fél órán keresztül sütöm, és majd utána következik rá a tejföl. Több mint fél óra telt el, így néz ki most a halunk. Ráöntöm a tejfölt. Előtte jól kikevertem. Most pedig visszahelyezem a sütőbe, annyi időre, hogy a tejföl egy kis színt kapjon. Elkészült a rácbonty, úgy, ahogy én készítem. Körülbelül 45 percig tartott. Nincs más hátra, mint a tálalás. Köszönöm a figyelmet, próbálják ki a receptet, nem fognak csalódni, jó étvágyat kívánok, további szép napot mindenkinek, viszontlátásra!